szaladás, egy rohanás, ez az élet, elmegyünk egymás mellett, nem tudjuk megérteni, mert olyan egy jó emberi kapcsolat. Érti ezt, hogy mindenki rohan? Hogy itt mindenki, hogy már az ember, a másik ember, már nem veszük észre? Hogy nem tudunk megállni, hogy megszűntek a barátságok, megszűntek az emberi kapcsolatok. Hogy elbeszélgetünk, hogy kifújja magát, mert nem lehet így. Mi van, hova tetszik ilyen? Mindenki rohan, mindenki szágul. Az emberek már nem tudnak megállni, nem tudnak elidőzni az emberek. Hát kell egy kis megállj ebbe az életbe, adok én magának kettőt. Ne szégessünk el, hát nem igaz, hogy az ember a másik embert nem érti meg. Hát egy kis béke, egy kis nyugalom, hát kis bölcsesség. Miért nincs az emberekben, mondja meg? Miért ilyen a világ? Milyen haszonelvű ilyen? Mindenki csak önösen keresi, hallják, hogy egy kicsit kifújná magát, megállna, egy pici kis tallért, egy fogadjon el, egy falát, egy kis jó, kisebb magadat. Tessék olvasni, művelődni, olyan fontos ez a Murphynek a törvénykönyve. Uram, nincs nyugalom, nincsen megállj. Mindenki rohan, zaj van, szalad. Hát miért lett ilyen önző a világ? Hát miért sorvadtak el az emberi kapcsolatok? Hát miért nem tudjuk megérteni azt, hogy elidőzünk egy kicsit, és minden két generáció szót ért egymással. Hát bepisilek, hogy... Sós ízével, talléra, hát egy pala, hát csak a barátság kedvéért. Nagyon, nagyon szívesen. Az ember siet. Szóval nem fogjuk föl, látom, hogy annak egy fiatal ember, tulajdonképpen már ott vannak a ráncok, nem? Mik a dolgok? Lakás probléma. Lakás. Hát erre a lakásra egy ilyen Fabulon szemránc kenőcs az ember. Ismeri ezt? Hát pedig lassan kellene, mert az ember tényleg egyre messzebb látja azt a négyzetmétert abból a lakásból, nem? Hát pillanatnyilag azt sem tudom, hogy hol lesz. Egy kicsit olyan bölcsebben kéne szemlélni a világon. Mindenki rohan a dolga után. Kinek kisebb, kinek nagyobb. Ha valaki segít a bölcsességre, akkor nincs ideje pénzt keresni. Nekem van egy filozófiám, amit boldogan átadnék, mert egy-két évvel idősebb vagyok. Amit én is egy idősebbtől hallottam, hogy szemlélődni, megállni, szakítani egy időt. Bocsánat, elnézést. Szóval itt is az embert még itt se hagyják megnyugodni. Szóval, hogy mondjam, cigarettázik? Nem dohányzom. Soha semmi? Nem. De a pipázás, pipa dohány, csak ez tényleg, ezt érdemes megszagolni. Érdemes, ez egy fantasztikusan finom dohány. Kellemes dolog. Ez egy kellemes dolog. Az emberek rohannak minden pillanat. Van nekem egy ilyen ember, nem olyan szerencsés, ismeri ezt a izét, ezt a... Ez a nátha valami? Nem a nátha, így be kell tenni az orrba, és akkor az a pipa izét. Ilyeneken múlik, hogy az ember, hogy mi van a levegőben? Hogy mi nyílik ki? Itt az asztóriánál elébe. Mogos dolog. Meg kell, ne ezt fogja meg ezt a pipa dohányt egy pillanatra, mert ez tényleg egy olyan dolog, hogy nem igaz, hogy nem lehet megállni. Ismeri a pipázásnak a titkát? Kisebb vagy nagyobb pipát akar? Ez például csak próbálj... Nincs idő, hát miért? Siet valahova? Hova siet? Kettőre egy értekezetre kell menni. Egy rövid kis pipát szívjunk az iskoláját, ennek a békepipát. És akkor tudja, hogy kell megtömni ezt? Én megtanítom, mert ez... Soha? Tényleg egy olyan bölcsesség van ebbe, egy olyan fantasztikus dolog. Pillanat, mert ez egy ilyen karakteres pipa, ezt meg kéne próbálni, hogy ez
ez hogy áll? Kézzel vagy nem tudom, így az új vegyet közé kell fogni, és amikor a világnak a zaja elül, amikor egy picit nyugalomban, és tényleg még a kalapod is, egy karakteres, esetleg nem tudom, hogy nősember felesége van, nem? Még nincs, de hogyha majd felesége lesz, akkor esetleg az... Megtömöm ezt, csak ne menjen, mert egy kicsit mellé megy. Tartsa ezt nekem így két. Nem, jó, csak egy picit, egy ilyen 5 perces pillanat. Ezt nyugodtan szórja le. Picit. Na mostan én az enyémet is. Ezt eltettem ide. Látja, most is kapkodok, pedig ehhez egy nyugaz valódi bőr. Szóval ezek még használati múlttal rendelkező békebeli anyagok. Szóval ennél szebb dolog, ennél béke, most még kellene egy karosszék vagy valami. Egy karosszéket nem tudna hozni egy pillanat. És ügyesen tüzet adni, mert félek, hogy eloltódik. Megy a forgalom? Hála Istennek. Itt a gyufa. Próbáljon esetleg rágyújtani. Szerintem inkább palaszuk kell, nem? Egy kicsikét, egy pipázás. Akkor van egy olyan béke, van egy olyan emberség. Akkor ezek szerint a pipa az lehet egy ilyen béke szimbólum, vagy egy nyugodtság? Igen, szóval a dohányzás az ártalmas. Aztán egy pillanat próbálom, hogy tartsad. Hoppá, elő. Nagyon ügyetlen vagyok, mert már kapkod az ember, már ez se jó. Szóval igen, ki kellene rekeszteni, nem lehetne leállítani a forgalmat. Egy kis béke, egy pici csönd legyen.